Eltelt egy másodperc, talán kettő, talán egy sem. Eldördült az ágyú, megrepett a hegy. Gerlóci Márton többkötetes identitás thrillerének második része, a fikció, ott folytatódik, ahol az első véget ért. A fikció második része az örvény, egy utazás a tudat mélyére, kényszerleszállások, vulkánkitörések, frontális ütközések örvénylése egy családtörténetben önmagát kereső ember identitása körül. A szerzővel, Gerlóci Mártonnal Milanovic Domi beszélget. Hallgassák őket sok szeretettel. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Marci, olvastam interjúkat veled kapcsolatban, vagy veled a könyvvel kapcsolatban, és ott többször elmondtad, hogy az egyik célja annak, hogy megírd ezt a könyvet, az, hogy ne kelljen ennyiszer elmesélned ezt a történetet. Most nyilván ezt a részt itt nem fogjuk tudni átugrani, mert hogy picit azt szeretném, ha azzal kezdenénk, hogy az előzményekről beszéljünk egy kicsit. Ugye ez a Fikció című regényfolyamnak a második része, az Örvény című kötet, és itt ott tartunk, de ha gondolod, akkor én összefoglalom. Köszönöm szépen. De aztán majd a Marcitól is fogok kérdezni, és ki tudsz bontakozni. Tehát, hogy arról van szó a kötet elején, hogy te 12 éves korodig abban a tudatban nevelkedtél, hogy az édesapád a testvéreiddel együtt Váci Márton, Váci Tamás, akit korán elvesztettetek, amikor te 6 éves voltál, és ekkor az édesanyád azt mondta, hogy a te édesapád Gerlóci Ferenc, aki ezen túl ott fog veletek élni, 19 évesen fel is vetted az ő nevét, és aztán elkezdtél ennek a családnak vagy a családnak ezen ágával foglalkozni íróként, és aztán van egy DNS vizsgálat, ahol kiderül, hogy a Gerlóci Gusztávhoz, Gerlóci Ferencnek a testvéréhez, illetve Gerlóci Ferenchez nincs DNS kapcsolatod. Itt tartunk ennek a regénynek az elején. Mármint az előzőnek a végén, igen. Az előzőnek a végén. Igen. Van különbség, hogy az előzőnek a végén hol tartunk, és ennek az elején hol tartunk? Ugye ott kezdődik abban a pillanatban ez a második könyv, és egy új élet. Már megint, megint egy új élet. Úgyhogy van különbség, mert addig a pillanatig én a Gerlóci apám rokonsága után kutattam, attól a pillanattól kezdve pedig az apám után kutattam. És ez erről szól. Illetve ez nem erről szól, hanem ez a szembesülésről szól leginkább. Illetve, hogy milyen megélni ezt abban a pár napban, amikor az ember egyáltalán csak föl kell fogni, meg megérteni, hogy mi történik. Ugye, ez nem olyan egyszerű. És megosztható az, hogy így az elején mi volt benned ezzel kapcsolatban? Vagy milyenkor az embernek az első reakciója, hogy 37 évesen egy ilyen helyzetbe kerül, hát nem először az életében, hogy megkérdőjeleződik, hogy ki az ő édesapja? Hát ez egy katasztrófa, erről szól ez a 400 oldal. És ami meg utána történik, az is egy katasztrófa. Azt kéne most írni, de azt most nem írom. Hát a borzalom, ugye, hogyha csak először történt volna, azt tudom, mert egyszer már megtörtént, tehát volt olyan, hogy egyszer történt, akkor ugye legalábbis mi azt csináltuk, ugye elvicceltük, hogy hát van ilyen, előfordul, egyébként előfordul, más családokban is előfordul. Azóta tudom, hogy nagyon sokaknál előfordul, mert sokan találnak meg engem hasonló sorsú emberek, akik megtudják, vagy megtudták, hogy ez az apjuk, vagy ez az apjuk, vagy nem ez az apjuk, vagy igen. De az már kevésbé, tehát az nem szokott előfordulni, hogy aztán kiderül, hogy mégse. Tehát az már nem volt olyan vicces. Erről szól ez a könyv. Igazából azért, hát Örvény a címe, ez az állapot, ez nagyon közel a megbolonduláshoz. Ott úgy egyensúlyozva, alavírozva. És ezt, mivel
pont ott történt ebben a katlanban, ugye így az első rész helyszíne az marad, a szereplő is marad. Egy kicsit átvariálódik, a családi viszonyok megváltoznak. És ebben a regényben azért gyakorlatilag négy generációnak a hazugságaival is dolgozol, vagy foglalkozol, kezdve azzal, hogy mondjuk a Gerlóci családnak egy része nem is feltétlenül Gerlóci. Hogy ezekhez a történetekhez hogyan kezdtél hozzá, vagy hogy kezdődött ez a nyomozás, vagy kutató munka? Valószínűleg, hogyha én abban a családban születek, és úgy derül ki, hogy nem a Gerlóci az apám, akkor nem nagyon érdekelt volna, hogy őket sem. Hogy akkor most Gerlóci vagy nem Gerlóci, de nekem föl kellett venni egy ilyen identitást. Tehát 12 évesen, amikor azt mondták, hogy nekem a Gerlóci az apám, akkor nyilván nem csak azt nézem, hogy itt áll ez az ember előttem, hanem akkor ki az ő apukája, nem élt, azért foglalkoztam vele, mert hogyha van egy nagyapád, akit nem ismertél, akkor az érdekel. Tehát én 25 évig így néztem, hogy az én nagyapám, bárcsak ismerhettem volna, sajnos nem találkoztunk, de hát nem volt a nagyapám. Viszont így engem érdekelt a legjobban, őket kevésbé, és én azt hiszem többet tudok róluk, mint ők magukról. Ez egy szerencsétlen helyzet számukra is, nem csak az én számomra. És tehát én egy darabig büszke Gerlóciként jártam Budapest utcáit, ugye, amit én egyesítettem, Budapestet és Óbudát 25 éven keresztül. Később kiderült, hogy nem. Én egyébként se én egyesítettem, hanem ugye a dédapám, de hát egy ilyen tinédzser, elveszett, szerencsétlen, hülye tinédzser, az kapaszkodik ilyen dolgokba, hogy ki az ő nagyapja, dédapja, ükapja. És hát én nekem egy büszke Gerlóci voltam. Nem sokáig persze, tehát 20 éves korom után már nem, ezen már nem érdekelt így. És amikor az Altató családregényt írtam, akkor utána mondom, hogy én ezekkel még ezt is meg kéne írni, akkor ezt a Gerlóci család, mert ez engem nem érdekel, tehát hogy nem akartam én a Gerlóci családról regényt írni, de amikor megtaláltam, hogy az én nagypapám, aki ugye nem a nagypapám, esetleg mégsem Gerlóci, akkor elkezdett érdekelni ez a történet, hiszen hát akkor én sem vagyok Gerlóci. Már megint ugye, akkor azt hittem, hogy megint történt valami. Történt, de nem ugyanaz. És akkor ezek a Krieglerek, ezek elkezdtek engem érdekelni. Azok után nyomoztam sokáig, majd beütött ez a kis karambol. Itt tartottunk, ugye? Igen. És ott is, hogy tényleg mekkora mitológia épült-e köré a család köré. Viszont vannak olyan részei nyilvánvalóan ennek a történetnek, amik nem kaptak nyilvánosságot. Itt gondolok például arra, hogy ebben a regényben nekem nagyon érdekes Nagy Idának a története, vagy ez az ilyen elképesztő és a mai fejjel kicsit ilyen furcsa csalás sorozat is, például aminek ő a vádlottja volt. Hogyan nyomoztál ennek utána, vagy miről is van itt szó? Hát régen, amikor még Gerlóci voltam, akkor meséltek nekem az én dédanyámról, aki egy ilyen bókás, kártyázós, ilyen úriasszony volt, aki hát elkártyázott ezt-azt. És akkor ez is ilyen vicces, ugye, egy annak tűnik. Mert úgy képzeli az ember, mint egy ilyen múltszázadig ilyen kis kávézókba ott kártyázgat, de hát azért ez nem így nézett, az egész vagyonát, amit örökölt a férjétől. És hát a gyerekei jövőjét is elkártyázta, nem csak elkártyázta, hanem... Ez egy ilyen bonyolult csalássorozat, amiről én nem tudtam részleteket, de amikor az archívumokban megtaláltam, hogy ennek komoly irodalma van az újságok, a korabeli újságokban, hiszen a férje az egy ilyen köztiszteletben álló orvosprofesszor, és mit tudom én, felsőházi tag volt, tehát megírták az újságok, mint mondjuk most a Vajna Tímeát, hogy hát elkártyázta, vagy nem tudom én, örökölt 60 milliárdot, ezt ugyanúgy megírták akkor az újságok, hogy a miniszter úrnak a felesége az milyen életet él. De most ez a Nagy Ida, ez nem posztolta a fenekét ugye az interneten minden nap, de aktívan
költötte a pénzt, és nyilvánvalóan nem értett hozzá. Nagyon fiatalon ment hozzá ez a Krieglerhez, és aztán hát azt elherdálta a vagyon. Ez azért érdekelt engem, mert egyébként már nem érdekelne, mert az egyik régi rokonomnak megígértem, hogy ha már így foglalkozom a család történetében, akkor ezt is megírom. Igen, és hát itt beszéltél a kártyázásról, de hogy itt ez a házmesteri óvadékokkal való visszaélés, vagy ez az 1930-as években, ami volt egy ilyen büntény sorozat, hogy azért ő egy ilyen, nem tudom, 60 hány vádban találták gyakorlatilag bűnösnek. Ez 90, de egyébként valószínűleg tényleg ő nem szándékosan csinálta aztán bele ilyen csalók. Tehát egy ilyen spirál, egy ilyen örvénybe került. Ez úgy működött, hogy aki ezt nem olvasta, ha van egy bérházam, akkor oda fölvehetek házmester, de a házmesternek fizetni kell auciót, hogy aztán ott megkapja a házmesteri lakást, és később kapja a fizetést, a munkát. De hát ő fölvett, mit tudom én, 90 házmestert a két bérházába, amik voltak. Amit aztán azt nem fizetett vissza, ezek meg egyébként tudorító, mert főleg ilyen vidéki kis szerencsétlenek emberek, akik fölmentek az összegyűjtött kis pénzükkel, és akkor elmentek hozzá, ott hagyták a pénzt, és nem tudták később azt behajtani. Hát úgy, hogy már 90-en voltak, úgy már be tudták hajtani. Meg hogy nem ez volt az egyetlen eset, hanem ez egy ilyen elterjedt sikkasztási szokás volt akkoriban. Azért írtam bele több ilyet, hogy ezt nem az a nagy ida találta ki, hanem sokan űzték ezt a mesterséget. És a könyvben ezt az egész szálat... Volt egy győri is, egy győri áldozat is. Vigyázzanak! A fiktív Columbo fejti fel. Miért döntöttél úgy, hogy ő szerepeljen a történetben? Itt olvashatók párbeszédek az elbeszélő Gerlóci Márton és Columbo között is, aki mindig hozza ezt a történetszálat, hogy miket tudott meg a nagy idáról, meg erről a bünténysorozatról is külön, és akkor erről beszélgetnek. Nyilván én nem, tehát abban a két hétben nem ezzel foglalkoztam, hogy a nagy ida mit csinált, úgyhogy ezt ki kell találni, hogy oldjam meg, hogy megírhassam ebbe a könyvbe ezt a történetet, ez így alakult. A Columbo meg már az első részben is ott volt, mert esténként ott a magányomban, wifi nélkül Columbót néztem. Az volt csak a gépemem. Columbo. Az összes Columbo. Jól hangzik. Nem volt wifi a lakásban, tehát nem tévése volt, úgyhogy a laptopomon volt Columbo, azt néztem. És az is nekem nagyon érdekes ez a könyvben, ahogy megyünk előre a történetben, és elbeszélőként valahogy az egész múltadról való gondolkodásod, mint hogyha átrendeződne. Hogy itt már ebben a beszélgetésben is említetted, hogy ami mondjuk kicsit ilyen bohókás dolognak hangzott, hogy kártyázott, vagy ami normalizálva volt azáltal, hogy a családra azt mondták, hogy hát ilyen egy zseni család, vagy hogy mi számított mondjuk a gyerekkorodban erőszaknak, vagy nem oké dolognak, vagy hogy akkoriban mire mondták azt, hogy oké, de később azt, hogy nem oké. Tehát, hogy itt valahogy az egész élményanyagod, mint hogyha egy ilyen felülvizsgálata történne ebben a könyvben. Milyen volt ez a folyamat? Vagy emlékszel-e olyan dolgokra, amikre tényleg akkor jöttél rá, hogy ez úgy, és akkor azért nem volt rendben? Nagyjából semmi sem volt rendben, tehát... Itt az anya szerepe a fontos, ugye, amikor kiderült ez az egész, és nekem az bizalmam az így nem megingott, hanem így összedőlt az egész édesanyámmal kapcsolatban, akkor hát ő tartott ellen ezeknek a felismeréseknek. Tehát ugye mi életünk, igen, ott a Zuglipótvárosi művészcsalád, mi mindig mindent jól csináltunk, tehát, hogy mondjuk én le se érettségiztem, akkor mindig az volt, hogy de hát a nagyapád se érettségizett le. Vagy a, mit tudom én, a Lajos az áprilias kettes kapott matekból, de mindig volt egy ilyen
kibúvás keresés, és akkor amikor, így egyszerre rám szakadt ez az egész. Tehát minden, amit én úgy gondoltam, hogy jól csináltam, azt akkor felül kellett vizsgálnom, és többnyire kiderült, hogy nem csináltam jól. És mások viselkedését illetően, amikor ez a felülvizsgálat... Az egész családom, tehát, hogy ott az úgy rossz lett volna, ha csak magamat vizsgálom, tehát ez egy rendszer, ez egy ilyen háló, hogy mindenkit vizsgálnunk kellett. Kinek miért lett, miért alakult így és úgy az élete, jól alakult-e, és hogyan lehet ebből kilépni, vagy legalább meggyógyulni, vagy gyógyítani ezt a félre sikerült liberális nevelést. És említetted az édesanyáddal kapcsolatos bizalomvesztést. Ebben a könyvben egyébként szerintem, vagy legalábbis nekem olvasóként, az egyik ilyen feszültséget, hát még pluszban a súlyos témákon kívül, azt hozta a történetben, hogy az elbeszélő körülbelül a kötetnek a feléig halogatja azt, hogy az édesanyjával beszéljen telefonon, és megkérdezze, hogy akkor itt most miről is van szó. Szóval azt hiszem, talán egy ponton írod is, hogy attól féltettem az édesanyámat, hogy megtudja, hogy nem tudja, hogy ki az én apám. Hogy miért volt nehéz ennyire a vele kapcsolatos dühödet közelengedni magadhoz, vagy azt megélni, mint hogyha ott lenne egy ilyen ellentartás. Ez nem dű volt, hanem hát én például 12 évesen, ha csak ezt a legfontosabb problémát nézzük, akkor én ezt elhittem neki, hiszen ő tudja, hogy ki az én apám, és hát ezt megérteni, hogy tehát ez, akkor az egész életem hazugság, és ezt ugye akkor neki köszönhetem. De mindenki azt mondta, amikor ez az egész történt, ilyen barátok, ismerősök, és anyád mit mond? De mindenki ugyanígy, ugyanezzel a hangsúly, és anyád mit mond? Mert amikor nem tudtuk, hogy mi van még, mert utána még várni kellett egy másik tesztre. Tehát hosszú ideig nem tudtuk, hogy akkor most ki az én apám? És anyád mit mond? És hát valószínűleg azért is féltem ettől, mert tudtam, hogy anyám biztos, hogy valami teljesen irracionális dolgot fog mondani. Tehát nem azt, hogy... Azt nem mondom, hogy mit nem. Jó. És én mondjuk, amiben bele se gondoltam, vagy az első kötetnél, de a másodiknál már igen, hogy amikor ott vagy 12 évesen, és az anyukád, itt nem volt apasági vizsgálat, vagy szóval, hogy azt mondta, hogy más valaki az apád, vagy Gerlóci Ferenc az apád, akkor például az a testvéreiddel való viszonyodban milyen változásokat hozott? Hogy az egy ilyen nagyon erős pillanat, hogy akkor onnantól kezdve máshogy vannak a dolgok. Teljesen átrendeződött a... Hát eleve van egy hierarchia, mi négyen voltunk, tehát alapvetően is van versengés, meg ez az állandó, egyszer ezzel vagyunk jobb arca, akinek van több testvére, azt tudja, hogy egy ilyen kacskaringós pálya ez. De akkor egyszer csak ugye az történt, hogy mi négyen voltunk, és meghalt az apánk. Most először is jött valaki, beköltözött hozzánk, és nekem lett apám. Ez mondjuk egy, akkor a húgom mennyi volt? 9 éves, egy 9 éves kislány, tehát ez, mint később kiderült, őt rázta meg ez a legjobban, hiszen... És nem miattam, tehát az anyám miatt, őt is az anyám miatt, hiszen hogy most mondja, tehát ez... Aztán ott van a név, az is egy probléma, tehát mi mentünk együtt mindenfele, vagy jártunk, mit tudom, ugyanabba az általános iskolába, akkor még, nem, akkor már nem, mindegy, tehát mi voltunk a Váci gyerekek. Most akkor ez így hogy van? Akkor utána jön ez, hogy az anyuka elkezd isteníteni az új, jön az új férj, hogy ez milyen fantasztikus, óhatatlanul a gyerekek elkezdenek arra gondolni, hogy hát ez ilyen zseniális ez az ember, akkor ugye a Marci, akkor biztos ő is, ilyen, ezeket mi nem beszéltük meg, de nyilván, tehát egy csomó frusztrációt szül ez az egész.
És akkor ott van még a másik probléma, hogy ha el is mondta, akkor biztos, hogy egy 12 éves gyerekkel kell ezt közölni, meg a testvéreivel, tehát akkor mondjuk lehet várni felnőtt koráig. Ott van a fiúk között ugye a verseny a bátyámmal, akkor én engem hogy egy trónörökösnek hívott, később luxusbunkónak, meg ilyenek. Brother from another father. Neki most például ezt megszokni, hogy ez nincs így. Hát ilyen 20 éve ugyanazt mondja, 25 éve ugyanazt mondja, és most ezt, tehát még mindig elhagyja a száját ugyanaz, mert nem tudja, ez nem lehet egyik napról másikra megszokni, sőt, egy pár év sem elég. Még én is néha magamban, tehát hogy így beszélek ugye magamban, akkor még én is néha kinyögöm, hogy apá, az meg nem az apám, tehát ez szörnyű. Igen. Szóval azért, amikor sokan azt mondják, nem, hogy a, hogy hát a család nem a vérségi kötelékeken múlik, meg nem a néven múlik, meg nem, tehát hogy ugyanakkor ezek a folyamatok mégis nagyon bejátszanak abba, hogy milyen dinamikák alakulnak ki a családtagjai között. Persze, de ha úgy történik, hogy mondjuk nevel téged valaki, akiről kiderül, és szereted, és kiderül róla, hogy nem az apád, attól még, tehát azt lehet rendezni, megmarad a kapcsolatotok, jó, tehát hogyha jó a kapcsolatotok. De a mi kapcsolatunk édesapámmal egyáltalán nem volt jó, mikor ott megjelent, később se. Tehát, hogy ő, egy ilyen emberre kellett nekem úgy nézni, mint az édesapámra, aki hát nem annyira szimpatia, de van ilyen. Tehát mondják nekem, hogy de hát szeresd meg, de miért? Tehát nem köteles egy 12 éves gyerek szeretni egy vadidegent, mert ez történt. És különben még el is mondhatom, hogy mit mondott nekem később anyám, hogy miért mondta el 12 év akkor, mert te utáltad a legjobban. Nagyon jó, nem? És egyébként a pszichológiában is elég komoly szakirodalma van annak az önbeteljesítő jóslatnak a jelenségének, hogy ahogyan gyerekekkel bánunk, vagy amilyen elvárásaink vannak velük szemben, hajlamosak olyan viselkedéseket mutatni, hajlamosak olyanná válni, akár tudattalanul is történhetnek ezek a folyamatok, hogy szerinted abban, ahogy neked alakult az életed, a személyiséged, amilyen pályát választottál, arra mennyiben hatott az, hogy Gerlóci Mártonként ismerted magad egy jó ideig, hát több évtizedig? Nagyjából mindent megváltoztatott, majd gondolom majd valami terápiában, ha 30 év múlva, amikor már félával a sírban leszek, akkor megtudom, de például írni akkor kezdtem. Én nem kezdtem, én boldogan focizgattam a parkban, tehát a franc akart volna írni. Akkor kezdtem írni, amikor ez, tehát abba menekültem, nyilván elkezdtem valahogy feldolgozni ezt az egészet. És akkor most mondhatják, hogy látod, milyen jó, hogy így alakult. Különben nem írtál volna, hát igen. De nyilvánban mindenki valamiért elkezdi ezt csinálni. Nem csak azért, hogy mármint van, aki ill a gyertyát, meg kis kávéscsészét akar rakni a könyvbe, tehát, hogy mit tudom, én mondjuk íres legyen, megismerjük. De én azért kezdtem el én, és a mai napig, és végig úgy írtam, azt hiszem, hogy csak tehát próbáltam földolgozni mindig valamit ezekben a szövegekben. Amire lehet mondjuk azt mondani, narcisztikus, mert magával foglalkozik, hát mi mással foglalkoztam volna. Persze. Igen, mert hogy közben én azon gondolkodtam, hogy valahogy ebben a könyvben, mint hogyha így a valóságos énedért is folyna egy ilyen küzdelem, hogy valahogy így elkezd szétválogatni azt, hogy mi az, ami ehhez az identitás, vagy a gerlócisághoz kapcsolódó hamis dolog, és mi az, ami meg a valódi te. Hogy ebben haladtál ebben a folyamatban, és picit az írás is ide sorolódik nekem, hogy akkor az most oké, így kezdted el, de hogy így melyik oldalra billen? Vagy mi? Hát az a baj, hogy a felnőtté válásom kellős között, tehát akkor kezdett 12 évesen, tehát a tinédzser korom kezdetén kezdődött ez az egész, tehát én már nem tudok visszatalálni sehova, hiszen valakivé
fejlődtem, és az már úgy történt velem, hogy ez ebben a tudatban. Tehát ez már egy ilyen zűrzavar marad örökké. Hát amit mostantól építek, az lehet jó. De hát mire építem? Tehát erre építem, tehát nem egy könnyű dolog. Hát vagy arra építed, amiket most így a hazugságokból visszafejtesz. Vagy egy új, például új sok, alapra. Akkor én azt hittem, hogy hú, hát menni fog ez nekem, én jól érzem magam, mert amikor dolgoztam, akkor tényleg stabil. Mm. Akkor stabil vagyok. De amint nem dolgozom, nem mondanám, hogy annyira stabil a helyzet. És most például nem dolgozom. Úgyhogy nyilván ezt a könyvet majd megírom, de ugyanakkor meg nem írhatok 10 ilyen könyvet, tehát már három se fogja, már a harmadik se érdekel majd senkit, tehát már itt tapasztalom, itt a másodiknál is, hogy igen, már hát olvastuk ezt az első részt, most megint erről kell olvasni még meg. Tehát, hogy ez nekem érdekes, de nem biztos, hogy akkor azt nekem érdemes megírni még. Most egyébként 4 részt terveztem, de már minden nap ez foglalkoztat, hogy hát az agyára fog menni az embereknek. Én pont olyanokkal találkoztam egyébként, képzeld, akik nagyon várták a második kötetet, hát és a harmadikat is én? Már kérdezgetik. De hogy mellette meg az jutott eszembe, hogy itt picit beszélgettünk a hamis énről, vagy a valódi énről, és közben a könyvben, meg elbeszélőként például az, hogy a Zsófi, aki az egészben azért úgy valahol ott van egy ilyen biztos pontként, hogy ő a valódi énjét szereti ennek a szereplőnek, abba meg itt nagyon biztos vagy. Igen, mert van, tehát létezik olyan. De hogy miket sorolsz akkor ehhez a valódi énhez? De azt a hétköznapokban azt az ember nem használja szerintem, amiben mondjuk egy másik beleszeret. Tehát az a postán nem azt az embert alakítom, tehát... De hogy ez így mondjuk az ismerősi körödben érezhető most, hogy ki az, aki nem tudom, így a valódi magadhoz kapcsolódott eddig, és ki az, aki Gerlóci Mártonhoz? Hát hogy nem, de vagy a felét kiszórtam azoknak, akikkel régen én jóba voltam. Nem azt mondom, hogy elküldtem őket az anyjukba, de hogy nem keresem a társaságukat, és még csak nem is kell beszélnem velük, hogy tudjam, hogy ki az, akivel tudok én erről beszélni. Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát így az érzékszerveim erre kéreződtek. De mi az, ami azt jelzi, hogy ha ezt kicsit megkérdeztetem, hogy honnan érzed azt, hogy... Nem tudom ő biztos ezt nem tudom megmondani, érteni. De még egyszer sem tévedtem. Tehát utána elmondom, tehát szembe jön valaki, ránézek, és mondom, ez biztos nem fogja ezt érteni, vagy nem érdekli, vagy nem, egyszerűen nem fogja fel. És akkor volt többször, hogy kipróbált. Elmondtam, és azt mondja, vagy és ez még számít? Vagy mit tudom én. És akkor vannak, akikkel meg erről tudok beszélni. De már kicsit kellemetlen egyébként, tehát én nem akarok majd mindig erről beszélni. Hogy ne. És ha már Zsófiról beszéltél, hát neki ő sem, tehát hogy ezt hallgassa 20 évig, vagy 40, vagy... Aha. De ugyanakkor nekem meg ez... folyamatosan ezen dolgozni kell, mert különben ez az egész összedől, ez amit én itt építek a szarból. Uh-huh. Ez a vár, az egy pillanat alatt össze tud dőlni. Valahol azt írod a könyvben egyébként, hogyha jól emlékszem, hogy ha nem hazudtatok volna ennyit, akkor nem mondanék rólatok igazat. Uh-huh. Hogy ez a könyv értelmezhető kicsit úgy, mint egy ilyen nemes bosszú, vagy a tényleg így az igazság nyilvánosan is az igazság helyreállításáért végzett ilyen erőfeszítés? Ezt már ugyanígy kérdezték, hogy ez akkor emiatt a mondat miatt, hogy ez bosszú, de ez nem azt jelenti szerintem. Tehát, hogyha nem hazudtak volna, akkor nekem nem kellene megírnom az igazságot, ez csak ennyi. Uh-huh. Hát ha igazat mond mindenki, akkor nem jutunk el, akkor nem történik ilyesmi. Uh-huh. Az egy bosszú, hát... Tehát nekem nem más választásom nem volt, ha már író lettem, ugye? Most itt történik velem ez a dolog, és akkor kezdjek el írni, tehát más nem tudok írni, nyilvánvalóan ezt írom meg. És az egész a nevemről szól,
Tehát én most, ha még átnevezem, de ezt tavaly megbeszéltük egyébként, ha még átnevezem magamat, meg az összes szereplőt, még valaki, és akkor így is nagyon nehéz követni, megérteni, ki kicsoda, hogy az igazi nem. De ha még azt is, tehát ahhoz már egy olyan ábra, vagy mi föl kellett volna rajzolni az egészet mindenkinek, hogy akkor élvezhetetlenné válik a könyv. Írod a kötetben is, hogy azért úgy lesz jajveszékelés, meg lesz dráma, amikor kijön ez a történet. És hát mindenki a saját nevén szerepel. Nem mindenki azért. Nem mindenki? Nem. A központ is. Akkor nem kérdezem meg, hogy ki nem. Hát van, aki nem. Anonimitás jegyében. De hogy milyen reakciókat kaptál, vagy hogy van így a család ezzel, meg akár a Gerlóci család, a család másik Én ezt része? A történetet addig írom, ami kiderül az igazság. Tehát hogy az, hogy utána mi történt, nem tervezem megírni. De az megint egy ilyen négy rész lenne, hogyha én azt meg akarnám írni, hogy utána mi történt, igen. Nagyon minden rendben ment. Nem volt semmi probléma. Mindenki nagyon örült. Például anyám gratulált a könyvek, nagyon, nagyon jó. Úgy olvastam, mint egy regényt, azt mondta, mind a kettőt. Ő ebben nem szól bele, mert ez fikció, a címe is az. De viccet félretéve, ez nem vicc, ő tényleg ezt mondta. De persze sokan nem örültek ennek, hogy... Én régebben még mondtam a régi nagymamámnak, hogy hát most mit számít ez 20, 30, 40, 50 év, mindketten ott leszünk a föld alatt, hát most azt már kibírjuk, hogy itt... De most tényleg. A másik dolog, hogy az altató, ugye ott mindenki a saját nevén szerepelt, mert az mondjuk érdekes lett volna átírni azokat a neveket, és ha megcsinálom végül is a párját annak a regénynek, akkor azt meg... Ott meg nem úgy hívják őket? Tehát abban is már anyám benne volt, de ott majd akkor Klaudia lesz, vagy hogy? Tehát ez így alakult. És hát ebben a kötetben arról is sokat olvashatunk, hogy a DNS teszt eredménye után ki hogyan reagál, hogy ez a könyv egy része, hogy akkor a testvéreid, az édesanyád, mindenkivel tartott benne a kapcsolatot, és akkor valahogy ezt a folyamatot végig kísérhetjük, hogy ott volt bárkitől meglepő reakció, vagy akár azóta is, akiről nem azt gondoltad, hogy azt fogja mondani, vagy úgy fog viszonyulni ehhez a dologhoz, ahogyan. Hát, tehát ennyire komplett idióta az összes, arra nem számítottam. Tehát, hogy én fölhívom, mondjuk legyen egy testvér, vagy egy nagybácsi, hogy te nem vagy a nagybácsikám, és azt mondja, hogy milyen érdekes, vagy hogy, tehát ezekre nem. Tehát egyáltalán nem számítottam arra, hogy ennyire idióta a rokonságom, vagy a nem rokonságom. Tehát engem valaki fölhív, egy barátom, te figyelj, képzeld, mit tudom én, az apám, nem az apám, hát akkor megkérdezem, hogy vagy, tudok-e esetleg segíteni, de ilyen nem történt. Ilyenek van, igen, élvezd Szicíliát, aztán majd gyere haza. Persze. Aztán volt olyan is, aki persze komolyan vette ezt a dolgot. És ott is ugye azért nem vették sokan komolyan, tehát azok, akik a szereplők, hiszen bíztak abba, akinek ezt tudni kell, tehát az anya azt tudja, hogy a gyereke az kitől van. Így aztán nem hitték el, hogy ez lehetséges. Hát ez ilyen hülye cég, ilyen DNS teszt. Gyere haza, csinálj rendes tesztet. Csináltam is. Hát itt kicsit azért arról is szó van, nem, hogy a családi narratívákat így kinek van joga alakítani, és abba kinek mennyi beleszólása van, hogy mondjuk a te szavad ebbe ugyanakkor a súllyal esik el adba, mint édesanyádé. Hogy mi a kérdés? Tehát, hogy valahogy akár arról is szól a történet, hogy persze bizonyítékok segítségével, de valahogy demokratizálni azt a folyamatot, ahogy egy család önmagáról beszél, mint család, és ebbe tényleg lebontani azokat a régi... Hát igen, csak itt a legalapvetőbb dolgokat nem voltak tisztelt. Tehát aztán elvégzünk egy ilyen tesztet, ott nincs
mismásolást, hogy dehogy nem szerintem, tehát ha ott van egy, ez az apád, akkor ott nem lesz, hogy ja, szerintem nem, tehát nyilvánvaló, de. Tehát lehet hazudni sok mindent, egy családot lehet úgy irányítani, és egyébként mindkét, tehát ez a Gerlóciéknál is, nálunk is. Sok a hazugság, a csúsztatás, a fikció, de ebben az egyben nincs kecmec, tehát hogy ki az anyád, ki az apád, nincs két apád, nincs két anyád, olyan nincsen. És ezt próbálták így irányítani, hát nem csak az anyám az, aki ebbe mondjuk hibás, hanem volt apám édesanyja, aki szugerálta anyámba, és volt apám, hogy nézd meg a lábujját, hogy mozgatja a lábujját, hát tiszta, mozgatja. A lábujját, érted? Hát a lábujját, hogy mozgatja? Ugyanúgy mozgatja, mint a nagypapám, ugye, aki nem a nagyapapám. Ilyenek. Na most, hogyha egy jobban belegondolok, akkor nem tudtam ebben jobban belegondolni, akkor ez nyilvánvaló manipuláció, mert ilyen hülyeség nincsen. Tehát ő ezt nem gondolhatja komolyan. Nem hiheti azt, hogy a lábujja miatt. Hát akkor már mondta volna azt, hogy a füle, vagy az óra, vagy a szeme, vagy a szája. De hogy úgy mozgatja a lábujját. Tehát játszottak egy másik embernek az életével. Ő is. És érezted egyébként valahol azt a könyvben, talán van is rá több utalás, hogy az, hogy mondjuk te a kamasz, vagy a fiatal felnőtt éveidben néha könyörtelenül viselkedtél, vagy könyörtelenebbül viselkedtél másokkal, az valahol akár tudat alatt egy arra adott reakció volt, hogy hazugságban éltél, de nem tudtál erről, hogy érezted ezt valahol korábban is, hogy nyilván ezt most utólag kérdezem tőled, de hogy nem kerek ez a történet? Volt benned ilyen megérzés? Hát ezt én úgy gondolkodtam ezen, hogy az a rengeteg indulat, meg agresszió, meg... Tehát én ezt nem otthon vezettem le azokkal szemben, akiknek járt volna, hanem idehol máshol. Tehát én otthon fantasztikus, jaj, anyukám, tehát ott, én ott egy jó fiú voltam. És akkor persze kiléptem a házból, és romboltam, mint az állat. Nyilván ezért. Tehát ezt nem tudtam. Igen. És azóta, gondolom, meg nyilván a könyvből kiderül, hogy ez mennyire nehéz ez a folyamat. De van benne valahol megkönnyebbülés is, vagy ez a része el tudott hozzád jutni? Hogy tényleg egyszerűen ezt a hazugság csomagot így leteszed, és akkor... Az első könyv még nem volt, de én ezt szerettem volna nagyon meginni, ezt a két hetet. És úgy voltam vele, hogyha az sikerül, mármint hogyha úgy érzem, hogy sikerül, ezt megfogalmazni, hogy ott mi történt, akkor jobb lesz, és utána jobb is volt. Utána jobban éreztem magam. Tehát, hogy tudom, hogy ezt, hogyha, mit tudom, én most megismerkedek valakivel, akkor nem kell így. Mert úgyse tudnám elmagyarázni, hogy mi történt velem, akkor ezt így fogom, és odadom neki. Abszolút, abszolút. Úgyhogy ez nekem fontos, ez mint egy ilyen bizonyítványom. És az egyik interjúnál, ami veled megjelent, olvastam, hogy az is volt a címe, hogy Gerlóci Márton elpusztításán dolgozom nagy erőkkel. Hogy eközben a folyamat közben, ami tök nehéznek hangzik, hogyan tudsz közben saját magadra is vigyázni? Nem tudom, hogy tudok-e, tehát hogy ez sikerül-e. Ugye én még most is, hogyha már nem hívnak Gerlóci Mártonnak, de hát minden nap 85-ször hívnak Gerlóci Mártonnak. Hát ugyanaz az e-mail, azt az e-mail címet használom. Tehát jóval többször hívnak engem Gerlóci Mártonnak, mint ahogy egyébként hívnak, és ez még sokáig így lesz, amíg... nem is tudom. Tehát azért is szeretném megint, tehát még folytatni kell ezt, hogy ez kiderüljön minden. És akkor utána szép lassan át tudom magam vezetni az új életbe. És az utolsó kérdésem tőled, Marci, hogy kiírtam ezt a mondatot a könyvedből, hogy felnevelni valakit azt jelenti, hogy felkészíted a saját történetére. Hogy most, hogy apa lettél, nyilván még pici a kisfiatok, de érzed, hogy ebben van egy ilyen gyógyulási potenciál, hogy
vele átélsz olyan dolgokat, ami esetleg a te gyerekkorodban nem úgy történt, vagy nem úgy volt, ahogyan az neked jó lett volna. Igen, igen, igen. Hát jobban vigyázok magamra például, hogy legyek neki, ugye? Az fontos. Ez az első, hogy először is maradjak meg neki. És nem akarom őt arra használni, hogy ő gyógyítson meg engem, az semmiképp. Azt akarom, hogy ő egészséges legyen. Ahhoz persze az kell, hogy én is egészséges legyek. De megdolgozunk. Nagy erőkkel. Jól van. Vigyázz magadra, és legjobbakat kívánom, és köszönöm szépen, hogy ilyen őszintén beszélgettél velem erről a nehéz témáról. Marci fog majd dedikálni itt a másik terembe, ami van mellettünk, és mindenkinek nagy szeretettel ajánlom én is a könyvet. Köszönjük szépen! Köszönöm!